Ez a néhány ember éppen burgonyát válogat és pakol zsákokba közmunkaprogram keretein belül. Nyírlogosan az 1990-es években indult el a közfoglalkoztatás, azóta nem létezik itt segély. 5 éve még közel 500 fő dolgozott így a településen. Nem csak nyírlogosiak, a környező településekről is átjártak, hogy kézzelfogható eredménye legyen a munkának. Ez a hosszú idő munka sejtett abban, hogy megtanultak dolgozni az emberek, meg lett az önbecsülésük, és most ott tartunk, hogy összességében egy olyan 30-50 közötti közmunkásunk van, a többi elhelyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon. Kétszeres, háromszoros, vagy akár négyszeres munkabérért. Nyírlogos területén közel 60 hektár földterület áll a közmunkaprogram keretében gazdálkodók rendelkezésére. Ebből több, mint 10 hektáron burgonyát termelnek. Egy kiló krumpli ára jelenleg 150 forint körül mozog, egy 32 kilós zsák zöldség ára így majdnem 5000 forint. Nyírlogoson közel 4000-en laknak életvitelszerűen, és a közmunkával megtermelt burgonyából mindannyian kapnak. Ez azt jelenti, hogy évente közel 20 millió forintnak megfelelő krumplit ott szét a városvezetés. Minden nyírlogosi személy állandó lakhelyen rendelkező, a csecsemőtől az agostánig kap egy zsák, burgonyát, ami 32 kiló, úgy gondolom egész térre elég a családoknak. Valamint termelünk hagymát, vörös hagymát, amit itt láttak, abból is majd osztunk ki a családoknak. Termelünk vörös káposztát, fejes káposztát, fehér káposztát, karalábét és kápia paprikát. A megtermelt zöldségek egy részét a közétkeztetésben használják fel, kerül belőlük az önkormányzati konyhára és a szociális ellátóhelyekre, de közvetlenül a lakosságnak is jut a zöldségekből.